Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 26-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Ez a kártya utal nehézségekre. Itt minden úgy összeomlott nála. Kell az erő, hogy felálljon, mert kell, hogy tovább menjenek a dolgok. De az is lehet, hogy ő most visszahúzódott, megsértett benneteket, és ő úgy gondolja, hogy ti vagytok ebben a helyzetben, mert minden olyan nehéz, nem tudjátok, hogyan tovább. A második kérdés az lenne, milyenek az érzelmei, mibe pillantunk most az ő érzelmi világába. Ezen a kártyán a halál látható, de nagyon ritka esetben jelent ez halál esetet vagy egy örökösödési ügyet. A kártyáknak van szimbolikus jelentése, és ez arra utal, hogy valami befejeződik, valamit lezár ő az életében. De jelenthet egy kis szomorúságot is, mivel itt az ő érzelmeiről van szó. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kártya az ördögöt mutatja. Mondhatnám, ne fessük az ördögöt a falra, mert megjelenik. Lehet, hogy ezt közli, de ennek a kártyának is szimbolikus jelentése van. Mégpedig arra utal, hogy a háttérben vannak hazugságok, vagy valaki becsapta őt, rossz indulatúak, ez őt érinti, nem titeket, de ezt mondani fogja, vagy ti érzitek, hogy jelenleg nehéz helyzetben van, és keres egy kiutat. A következő kártya mutatja a napi energiát, egy ilyen lelki üzenet. Egy nehéz út áll előttünk. Kérjetek valakitől segítséget, és tanuld meg azt, hogy higgy abban, hogy mi összetartunk. Amire még felhívnám a figyelmeteket, hogy a Facebook oldalamon van egy meglepetés. Mától lesz naponta a Maja kalendáriumnak az üzenete. Minden nap leírom azt, hogy mi várható a napon a Maja naptár szerint. A Facebook oldalam Dendera Susanna Medici. És ez volt a három kérdőjeles jóslás, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!